of the world. DHL, Exxon's simply delivered for you. Where performance matters, you'll find Total Quartz. Iván Müller gyűjti be a gratulációkat 40. futamgyőzelme után. Közben pedig a DTCC blog Facebook oldalon Müller kislányát látjuk egyébként, illetve kedvesét, Justint. Szóval itt közben a DTCC blog Facebook oldalon többen is kérdezgetik, hogy mi az, hogy behorpad az üveg. Nem az üveg horpad be ezeknek az autóknak, Lexánból van egy speciális flexiből a szélvédője. Tehát nem az üveg, hanem a lepszávorpad, de szerintem ez azért a legtöbbeknek érthető volt. Láttad, hogy López csóválta a fejét? Kíváncsi vagyok, hogy mit fog mondani, mert innen nézve nem volt elég agresszív, hogy vagy műszaki gondja volt, vagy a fékekkel volt gondja, mert azért ilyet, én nem láttam még őt ilyet hibát, hogy ennyire elfékezi, bár mondjuk két évvel vagy egy évvel ezelőtt nem emlékszem pontosan, Müller ugyanezt megcsinálta. Tehát azért tényleg nehéz ez a fék, tehát nem véletlenül hangsúlyoztam ki a közvetítés elején, hogy kuplis, balra kell benne ráadásul átlósan fékezni, tehát nem egy sima féktárról van szó. De utána, amikor elrontotta se, nyújtott azt a teljesítmény, benézegetett Coronel mellé, de nem, én láttam volna többször azt a lehetőséget, hogy egy picit lehetne agresszíven, persze nagyon okos tudok innen lenni. Ennek ellenére azt gondolom, hogy egy picit talán López ráskodott ezt a dolgot. Hozzá teszem, hogy van még a futamban, hogy azért az új oldalát is abszolút értem. Kíváncsi vagyok, hogy mit mond, hogy ez műszaki gond volt-e, vagy nem érezte ezt a dolgot kereknek. Őt ismerve egyébként azt fogja mondani, hogy nem érezte magát teljesen jól az autóban, mert ez szerintem neki minden hétvégén elmondta körülbelül. Igen, amikor nyert nagyon sokkal, akkor is nem érezte jól magát. Van ki kéne találni, hogy kényelmesebben üljön. Valami probléma van, igen. Közben szintén itt a Facebookon még azt